Ebben a kísérletben a lángfestés nevű jelenséget fogjuk szemléltetni. A lángfestés egy nagyon látványos jelenség, az elemek közül nem mindegyik képes rá, a periódusos rendszernek az első főcsoportjában található fémek, illetve a második főcsoportban található fémek közül sokan mutatják ezt a jelenséget, illetve néhány fém a mellékcsoportokból. A lángfestésnek az a lényege, hogy különböző módszerekkel fématomokat, illetve fémionokat juttatunk valamilyen égőnek, például egy gázégőnek a lángjába, és a láng hatására különböző változások történnek a fématomok elektron szerkezetében, ezáltal végül is a fématomok, illetve fémionok a végén fénykibocsátásra hajlamosak, és ezt a fényt pedig szemünkkel érzékeljük, méghozzá különböző színű sugárzások formájában. Különböző fématomok különböző színű fényeket produkálnak a lángfestésnek a során. A jelenségnek a rövid magyarázata a következő, hogyha egy fématom, illetve fémion bekerül a lángba, akkor a láng hatására, mivel a láng energiát közöl az atommal, az atomnak az elektronjai gerjesztődnek, azaz alacsonyabb energiájú állapotból magasabb energiájú állapotba kerülnek. Ha ezek a fématomok, illetve fémionok mozgásuk során valamilyen módon kikerülnek a lángból, az azt jelenti, hogy megszűnik a külső energiaközlés, és ekkor az elektronok, mivel nem kapnak több energiát, a gerjesztett állapotból, tehát valamilyen magasabb energiájú állapotból, maguktól visszaugranak az úgynevezett alapállapotba, tehát a lehető legalacsonyabb energiájú állapotba, az energia minimum elvének megfelelően. A visszaugrás során az elektronok energiája csökken, ezt a fölösleges energiát pedig fény formájában sugározzák ki a környezetbe. Mivel a fématomok különböző anyagi minőségű fématomok különböző elektron szerkezettel rendelkeznek, különböző energiaszintek találhatók az atomokban, ezért az elektronok visszaugrásuk során más és más nagyságú energiát bocsátanak ki, más és más nagyságú energiák pedig más és más frekvenciájú fények formájában adódnak át a környezetbe, más és más frekvenciájú fényeket az emberi szem pedig más és más színűeknek érzékel. Ezért a látott fénynek a színe egyértelműen beazonosítja, hogy éppen melyik fém festette meg a lángot. Itt ebben a kísérletben 6 féle különböző fémnek a lángfestését nézhetjük végig. Itt látható a gázégő, valamint mögé helyeztünk egy fekete színű hátteret, hogy a lángnak a különböző színeit jobban meg tudjuk figyelni. 6 féle anyagot vizsgálunk, különböző fémionok, illetve fémsók vizes oldatait juttatjuk bele a lángba. Ezek a fémsók pedig a következők: lítium-szulfát, kálium-klorid, stroncium-nitrát, nátrium-klorid, kalcium-klorid, illetve bárium-klorid. A lángba juttatás nagyon egyszerű módon fog történni. Kis használt dezodoros flakonokba helyeztük el a sóoldatokat, és ilyen módon egyszerűen a dezodoros flakonoknak a működtetésével aeroszol formájában, tehát apró cseppecskék formájában belejuttatjuk a vizes oldatot a lángba, és ilyen módon a lángfestés már is bekövetkezik. Kezdjük a nátriumklorid vizes oldatával. És megfigyelhető jellegzetes narancssárga színű lángfestés. Ugyanezt a színhatást láthatjuk, amikor az otthoni gáztűzhelyet működtetjük, mely szintén kék színű lánggal ég, és időként megfigyelhetjük ezeket a narancssárga felvillanásokat. A konyha levegőjében mindig találhatók porszemcsék is, amelyek, hogyha időként belehullanak a gázlángba, akkor sárgára festik a lángot, ugyanis a porszemcséknek mindig van egy kevés nátrium tartalma, és ez okozza a sárga színhatást. Folytassuk a kalciumklorid vizes oldatával. És megfigyelhetjük a jellegzetes téglavörös színű lángfestést. A következő általunk vizsgált vizes oldat a káliumkloridnak a vizes oldata.
és már is megfigyelhetjük a rózsaszínű lángfestést. A következő vizes oldat a lítium-szulfát. A lítium jellegzetes pirosas színlángfestést okoz, vagy néha szokták bíborvörösnek is mondani. A következő vizes oldat a stroncium-nitrát. A stroncium egyértelműen piros színűre festi a lángot. És végül nézzük a bárium-kloridnak a vizes oldatát. És különleges zöldes-sárga színű fényt figyelhetünk meg.